Mindent itt a karácsony, és még mindig nincs ajándék, amit vásároltál a barátaid, a szeretnéd és a családod számára? Itt vagyunk, hogy megmentsünk téged a Mad Scientist különleges karácsonyi... Teljesen lehozottam. Az előző csomagban a kólapsorok csomagban is szerepelt, a High on Flower, úgyhogy most gyorsan a Hopes for Life csomagot ide bedobnám középre, mert még mindig a High on Flower-t iszok, és így Tamás, nem kell megküzdeni. És ez a Hopes for Life csomagban is benne van. Ha kíváncsi vagytok, milyen ez a sör, akkor nézzétek meg az előző videónkat, iratkozzatok fel a csatornánkra, és persze ne felejtsetek el körbenézni az oldalunkon, hogy egy kicsit előre szaladjak. Liquid Cocaine, egy sokak számára ismeretlen sör. Még nem ittam soha liquidet. Megpatítunk egyet? Szeretnéd esetleg megkóstolni? De várjál, el tud benne olyan, amit... Én inkább a szuperhopa részt. Mutassuk meg a kedves tévénéző gyerekeknek azt, hogy mi vannak benne a csomagban. Liquid Cocaine. Ikonikus dupla IPA. West Coast Samurai. Júzus West Coast IPA. Nem összetévesztendő a Summer Sexual-al. Bár hasonlít, de teljesen különböző. Nagyon jól néz ki a fa alatt a kettő. Ugyanis ez egy narancsos New England IPA kvelykélesztővel, ez pedig a West Coast IPA júzúval. Nagyon nagy a különbség. Milyen érdekes, hogy a kvelykélesztőt említetted, Tamás, esetleg kvelykélesztővel található még valami a csomagban? Szintén kvelykélesztővel készült a Smooth Operator Supreme. És bár azt beszéltük még a videózás előtt, mert... De mit beszéltünk? Ugye ez a téli szuper virulens időszak óvatosságra inti az embert, és Marcival megígértettem, hogy nem kóstolunk. De azért egyet kettőt... A szót ezt most hallom először. Ez a Smooth Operator Supreme. És ahogy a High on Flower-nál is mondtam, azt szeretnénk, hogy minél inkább körtelé maradjon a New England stílusú sörünk, és ne menjen át baracklébe, mert átment baracklébe, akkor az már oxidálódott, és a komló olajok eltűnnek, amivel az illatát és a ízét is elveszti. Ez még mindig... Ez azért faszán néz ki. Ez azért még nem mindig azért, hogy most magunkat dicsérjem. A Smooth Operator Supreme szerintem az egyik legjobban sikerült New England IPA, amit valaha készítettünk. Ugye itt többféle iskola van, legalábbis Európában, New England IPA-kon belül, de én azt gondolom, hogy ez az első igazi olyan nagy volumenű, édes, nagyon kerek New England IPA-nk, ami inkább az amerikai New England IPA-k vonalát követi, a klasszik New England IPA-k vonalát. Azokat szeretem. Ugye, volt az Egomaniac sorozatunk, amit én nagyon szerettem, mert ott volt egy masszív, markáns keserűség, ami mondjuk az én ízlésemnek nagyon passzol, de a klasszikusabb New England IPA-knak nem annyira felel meg. Az, hogy ennyire nehezdik rád a komunak a keserűsége. Ez viszont olyan, hogy így bármelyik jó, ez most kis túlzás, mert tényleg saját magunkat fényezem, de tényleg bármelyik svéd vagy brit főzdének a top New England IPA-ja is lehetne. Ezt megmutattam, igen. Madhouse, a DDH Madhouse, ugye már sima Madhouse nincsen, csak duplán hidegkomlózott Madhouse, és annak a speciális változata a QDH Madhouse utolsó darabok? Esetleg? Nem, mert dupla meccset főztünk szerintem ebből is, úgyhogy elég sok áll a rendelkezésre. Összehasonlíthatjátok a karácsonyfa alatt. Ez inkább egy... Én azt szoktam mondani, hogy ez inkább egy... Míg ez egy New England IPA, ez inkább egy hazy IPA. Úgyhogy... Próbáltuk a színeket is összeválogatni. Az IPA-nak a 7 árnyalata, azt hittem hány sör van benne. Nagyon jó kis csomag, és tényleg csak javasolja, tudom, mindenki számára, aki a kolmó szerelmesének vallja magát. Most kiemelten kedvező áron, megtalálható a Mad Scientist webshopban. Rendeljétek meg,